Ebben a mai videóban három olyan kulcsfontosságú lépésről lesz szó, amelyek az összes autoimmun betegség esetén elengedhetetlenek a tünetek csökkentéséhez, a gyógyuláshoz, illetve amelyekkel megérthetjük, hogy mi is áll az autoimmun betegségek hátterében. Üdvözöllek itt, Ujjai Szapolcs Zoárt! Egyre több embert érintenek az autoimmun betegségek, valószínűleg a 21. század végére a betegségek jelentős része autoimmun jellegű lesz. Jelenleg több mint 100 féle autoimmun betegség ismert. Az autoimmun betegségek során az immunrendszer antitesteket kezd el termelni adott testrészek ellen, és ennek megfelelően nevezzük az adott autoimmun betegséget annak, amit éppen megtámadott az immunrendszer. Ha a pajzsmirigyet támadja meg ez a Hashimoto, ha az ízületeket ez a reumatoid artritis, ha a tüdőt és a nyirokcsomókat támadja meg ez a szarkoidózis, ha az idegsejteket ez a szklerózis multiplex, vagy ha a kötőszöveteket ez a lupus. A Cushing-szindróma, fibromialgia, ezek is autoimmun jellegű betegségek. És mindegyik autoimmun betegség esetén tele van az ember teste gyulladásokkal. Az első közös minden autoimmun betegségben az a stressz. A legtöbb embernél az autoimmun betegség megjelenését valamilyen komolyabb stressz hatás indítja el, de alapvetően ennek hátterében az áll, hogy már eleve korábban éveken keresztül ki volt téve az illető a fokozott stressznek, vagy például a kávéval túlhajtotta a mellékveseit. A legnagyobb stressz hatást a veszteség váltja ki bennünk, például egy válás, egy fontos ember elvesztése, egy baleset, egy állásnak az elvesztése. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy lelki jellegű stressz, és nem kifejezetten fizikai indítja el a betegséget. Ez szinte minden autoimmun betegségnél így van. Onnan is tudhatjuk, hogy a stressznek köze van az autoimmun betegségekhez, mert az orvosok a legtöbb autoimmun betegség esetén kortikoszteroidokat írnak fel, például prednizolont, ami nem más, mint mesterséges kortizol. Tehát a mellékvese által termelt hormont írják fel az orvosok, azaz azt a hormont, amit a testünk stressz esetén termel. Tehát valószínűleg szinte minden autoimmun betegség esetén az történik, hogy a trauma, a veszteség következtében károsodik a mellékvesénk, vagyis egyfajta diszfunkció alakul ki a mellékvesékben. Minden autoimmun betegség esetén kulcsfontosságú a stressz menedzselése az életünkben, vissza kell szorítani a belső és a külső stresszt is, ami sok esetben az egész gondolkodásunk, vagy éppen az élethelyzetünk teljes átalakítását is jelentheti. Ha olyan környezetben dolgozol, vagy olyan emberekkel állsz kapcsolatban, akik napi szinten komoly stresszt helyeznek rád, nincs más megoldás, meg kell ettől a helyzettől szabadulj. A belső félelmektől úgy szintén a politika, a gazdasági helyzet, az ökoszisztéma összeomlása, a létbizonytalanság, nagyon sokféle belső félelem és szorongáskeltő érzés és gondolat van jelen, melyet napról napra, hétről hétre át kell alakítanod saját magadban oly módon, hogy végleg megszabadulj tőlük. A saját gondolatok és az érzések által indukált stressz lényegesen nagyobb és erőteljesebb, mint a körülöttünk lévő környezet és az emberek által kiváltott stressz, tehát a stresszt elsősorban belül kell megoldani, és nem kívül. A második közös minden autoimmun betegségben az az áteresztő bélszindróma. Ez egy olyan jelenség, amely során az történik, hogy a bélfalnál lévő apró lyukacskák, amelyek áteresztik nyírok, illetve vérkeringésbe a mikrotápanyagokat, kitágulnak, például káros modern ételek hatására, de a stressz is fokozza ezt az állapotot. Az történik, hogy ahogy ezek az eredetileg apró lyukacskák kitágulnak, a baktériumok, vírusok és egyes nem kívánatos fehérjék bekerülnek a vérkeringésedbe, és egy idő után, mivel nagyon sok van már belőlük, az immunrendszered egyszerűen megzavarodik, és már nem csak őket támadja meg, hanem a saját egészséges sejtjeidet is. Ez az állapot valószínűleg akkor következik be, amikor az első pontban tárgyalt erőteljes stressz hatás következtében nagymértékben meggyengül az immunrendszered, mert ugye a stressz egy brutális immungyengítő, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy megzavarodik az immunrendszer, és elkezdi ugye megtámadni az egészséges sejtjeidet is.
és azt a szervet vagy testrészt fogja ugye megtámadni, ami a leggyengébb a testedben, tehát így lesz belőle adatféle autoimmun betegség. Éppen ezért minden autoimmun betegség esetén kulcsfontosságú a bélrendszer, a bélfal menedzselése, rendbetétele, melynek első kulcsfontosságú lépése kizárni a gyulladásokat okozó ételeket. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szupermarketekben lévő ételek 95%-át nagyjából végleg el lehet felejteni. A glutén, a gabona ételek, a finomított szénhidrátok, a cukor, a tartósítószerekkel és más mesterséges anyagokkal teli ételek, a hidrogénezett olajok, finomított repce és napraforgóolaj, a tömegtermelésből érkező tejtermékekben lévő kazein mind-mind rosszabbítják ezt az állapotot. Helyettük a következő 10 ételcsoportból, illetve vegyületből érdemes rendszeresen naponta sokat bevinni, mert ezek mind-mind támogatják a bélfal regenerálódását és a áteresztő bélszindróma megszűnését. Húsleveslé vagy csontleveslé, vagy húsleves kollagén, vagy bármilyen más kollagén. A lassulágon otthon készített csontlevesről, illetve húslevesről több korábbi videóban is beszéltem már. A húsleveslé, illetve a kollagén a legjobb ital, amit ihatunk áteresztő bélszindróma esetén. Naponta többször ajánlott belőle egy-egy pohárral inni. Főtt zöldségek, illetve főzelékek, mint főtt répa, főtt spenót, zeller, brokkoli. A lényeg, hogy főzve legyen, mert ha le van gyengülve ugye a bélrendszerünk, nehezen megy az emésztés a kezdeti időszakban, aztán egy-két hónap múlva fokozatosan át lehet állni a nyersekre. Bogyós gyümölcsök és gyümölcslevek, áfonya, málna, szeder, homoktöv is, a lényeg, hogy ne legyenek túl édesek. Magas enzimtartalmú gyümölcsök, kiwi, füge, papaja, ananász, itt is a lényeg, hogy ne legyenek túl édesek. A szüretlen almaecetet is ide sorolható. Az enzimek hatására jobban lebomlanak az ételek a gyomorban, így kisebb lesz a teher a beleken. Halételek, illetve halolaj vagy krillolaj, a bennük lévő omega 3 az egyik legjobb gyulladás csökkentő. L-glutamin, melyet elsősorban porformában tudsz bevinni, ez az anyag hatékonyan tudja regenerálni a bélfalat. Gyulladás csökkentő fűszerek és gyógynövények, mint a gyömbér, fokhagyma, kurkuma és mások. A kókuszolaj és a kókusztermékek, mint a kókusztej. A hidegen sajtolt kókuszolajat önmagában is lehet enni, illetve főzéshez is használható, a kókusztejből pedig turmixok készíthetők. Erjesztett ételek, kovászos uborka, savanyú káposzta, a lényeg mindkettő esetén, hogy ne ecettel legyen készítve, mert a sima ecet elpusztítja a hasznos baktériumokat, tehát hagyományos módon erjesztett savanyú káposzta és kovászos uborka, nem pedig ecetes uborka. És a tizedik, ha már kezd regenerálni a bélflóra, a zöldek, mint a leveleskel, mángot, sorska, petrezselyen, brokkoli, avokádó, illetve spirulina és klorella, algák. A természetes zöld ételek a legjobb táplálékok a bélbaktériumok számára, tehát a zöldeket fogyasztva tudod leginkább megerősíteni a hasznos bélbaktériumokat. A korábban már említett halételeken kívül érdemes a kezdeti időszakban inkább sovány húsokat enni, mint például csirkehúst és disznóhús helyett inkább marhahúst. És a harmadik közös minden autoimmun betegségben a fertőzések. Azáltal, hogy megzavarodik az immunrendszer, az áteresztő bélszindróma és a stressz következtében, az immunrendszer nem tudja már hatékonyan felvenni a küzdelmet a tényleges problémákkal, tehát a káros baktériumokkal, vírusokkal, parazitákkal, gombákkal szemben. Egyértelműen ki van az is mutatva, hogy összefüggés van a fertőzések és az autoimmun betegségek között, kialakulása között, azaz ha még nincs kialakulva nálad autoimmun betegség, de rendszeresen visszatérő fertőzéseid vannak, ez jelezheti autoimmun betegségnek a kialakulását. Autoimmun betegségek esetén az első fontos lépés a fertőzésekkel szemben az az anyagcserének a felgyorsítása, mivel a legtöbb autoimmun betegség esetén fáradtnak érzi magát a beteg, és lelassul az anyagcseréje. Erre nagyon jó az időszakos bőtölés, melynek lényege, hogy naponta egy vagy két alkalommal eszel csak,
és a nap többi részében kizárólag folyadékot iszol, elsősorban alacsony szénhidrát tartalmú folyadékot. A rendszeres testmozgás is fokozza ugye az anyagcserédet, például a heti többszöri futás, úszás vagy más kardio edzések, továbbá egyes légzőgyakorlatok és a hideg-melegvizes zuhany. A legjobb 10 mikrotápanyag autoimmun betegség esetén, melyek támogatják a szervezetet a fertőzésekkel szemben, a glutation, a resveratrol, a kurkumin, a D-vitamin, a cink, a réz, a szelén, a B-vitaminok, az omega-3 és a gla vagy gamma-linolénsav. Fontos, hogy ezeket a mikrotápanyagokat minél természetes forrásból pótoljuk, készítmények esetén pedig azokat célszerű előnyben részesíteni, amelyek például az ásványanyagokat és a nyomelemeket természetes kötésben tartalmazzák. Bízom benne, hogy érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót. Ha van véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, hozd meg másokkal is, személyes kérdéseidet pedig küldd el nekem e-mailben. Ha értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban az autoimmun betegségekről volt szó. Minden jót kívánok neked, az egészség legyen veled!